Sziasztok, Raúl vagyok, itt vagyunk Pápán, a Raúlék zenekar, hamarosan egy órától a színpadon. Hogyha erről a buliról lemaradtál, akkor gyere el a következőre, nézd meg az oldalunkon, illetve kövesd a Party Shakerst, és nézd meg őket TikTokon, nagyon ügyesek. Puszi pacsi! Nem gondoltam volna, hogy ezt nézem már szemmel. GVM vagyok, nézzétek ti is a Party Shakers-t! Fényképet szabad ki. Szabad fényképet készíten. Csókollak titeket, nézzétek a Party Shakers-t! Ők a legjobbak! Csók! Mi az a kilométer, amit megtesztek egy jó rendezvényért? Változó, lehet egy ezres is. Ezres? 1000 kilométer? Simán! Mondj egy települést, ami 1000 kilométerre van innen. Dubaj! A Party Shakers legújabb adása, a hinnem már ez a harmadik forgatásunk, és még csak péntek van. Tegnap voltunk Szerbiában, Oromhegyesen, illetve este Kiskunfélegyházán. A mai napon pedig itt vagyunk Pápán, az offline party sorozat Party Sátorban. Az legelső rendezvénye van a sorozatnak, úgyhogy már a legelején bekapcsolódunk, és meginterjúvoljuk itt a helyszínen, hogy mi a véleménye a helyieknek erről a rendezvényről. Itt van velünk Slipon Benjamin, DJ Parapa, AK26, a GVM és Raulék élő koncerttel érkeznek ide. Tessetek velünk a mai adásban is, érdemes lesz! Itt vagyunk Pápán, az offline party sorozat legelső rendezvényen. Ide valóság vagytok? Környékbeliek, igen. Hogy néz ki a hétvégétek? Mennyi buliba mentek a héten? Az összesbe. Terveztek legközelebb is eljönni egy ilyen offline-os rendezvényre? Persze, mindenképp, persze. Kutyáim alatt a pénzem, pompalam ott torokán. Kocsek kutyom, öleszkében, kocsek borjokán. Kurra a kérdő, tenger konfurtán. Tori, 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 Tori. Hol hallottatok a rendezvényről? Mi soha? Nem figyeltél? Elmondtam, figyelmed a sör. Hallod, kibontottam a sörömet, nem figyeltem. És szétadlak téged, sok milyen bulim vagy. Hát a környéken még nem nagyon voltunk. Hát nem voltál. Elég mert... baj, nem? Hát elég baj. Igen. Legközelebb pótoljuk ezt. Na most itt vagyunk. Mit szóltok eddig a mai party sorozatot az offline-hoz? Ha jó a pia, minden mehet. Igazából nem rossz pápai viszonylathoz képest. Ezt tudjuk nyújtani igazából. Helyiek vagytok? Helyiek vagytok? Helyiek vagyunk. Hát ő pápai, én pápa környéki vagyok. Már csak a pápai ott hiányzik. Azt szorra adnánk, igaz? Most vagyunk itt először Pápán. Hát ez szörnyű, ez tragikus. Ezen változtatni kell. Reméljük, hogy jövünk majd még. Bízom benne, én is bízom benne. Ide valósi vagy? Igen, igen. Mikor voltál ilyen rendezvényen utoljára, ilyen party sátorba? Hát, sajnos már régen, mert én sokáig kim voltam Amerikában. Úgyhogy már régen, de... Nincsenek party sátrak? Ott nincsenek. De akkor azért jöttél haza, nem? Hogy újra. Csak ez miatt. GVM, AK26, imádom. Itt van velünk a Parapa is, a Resident DJ, a Raulék. Nagyon jó, szuper. Legközelebb kit látnál itt szívesen? Legközelebb? Nagyon szeretem a magyar rappet, viszont Bájalex rajongó vagyok. Imádom. Szeretném. Készülsz a fesztivál szezonra, hogy itt jöjjön a közelben. Imádom. Azaria, Bájalex. De hogy érzed jól magad? Én a barátaimmal. A társaság az igazából mindegy, hogy hol vagy, meg kivel vagy.
Nem, tehát az mindegy, hogy hol vagy, az nem mindegy, hogy kivel vagy. Élvezzük a bulit, a Raulék miatt jöttünk igazából. Holnap elmegyek focizni, szomszédvár rangadón baszok egy-két gólt, aztán meg lesz. És focizol? Focizol? Nem, de úgyis én nem focizom. Én rockstar leszek majd, valamikor. De várjál, itt vagyunk este, mikor lesz ez a meccs? Hát reggel lesz a meccs, nem? Holnap 2-kor lesz a meccs, figyelj! Addig a kihozomodok, aztán rugok egy-két gólt. Nincsen taktikám, egyszerűen fölkelek, májózom vagyok. Ez a legelső rendezvény az offline party sorozatnak. Legközelebb milyen koncertet vagy repet látnátok itt? Figyelj, én nem tudom. Messziről jöttünk. Én nem tudom. Honnan érkeztetek? Messziről, Győr. Hogy milyen előadók lesznek itt? Igen. Nem tudom, engem a mamám küldötte, hogy most vagyunk? Már... Hol vagyunk? Hol? Bápán vagyunk. És a... éppen dupla interjú, na ilyen még nem volt, ez dupla a... interjú, hova nézzek? Viszonylag újdonság nálatok ez a koncertes felállás, hogyha jól tudom. Hát 3 éve volt még Raulék Live, akkor úgy kezdtük, aztán azóta már volt egy pár zenekartag csere. Most értem el arra a szintre, most érzi azt az egész csapat, hogy szerintem kurva jók vagyunk. Hogy néz ki a zenekari repertoárotok? Van olyan zene, amit mondjuk régebről is hozol, vagy már teljesen újdonságokat hoztok? Hát ugye 10 évvel vagy 11 évvel ezelőtt adtuk ki ugye még az első dalunkat, ami nagyon nagyot ment, és hát ezt muszáj elhoznom. Tehát, hogy az megkerülhetetlen, mondjuk egy belédestem, mondjuk egy Táncol velem a világ. Azon kívül a saját dalokat, amiket nemrég publikáltam. Jó, ugye most még nem adtam ki az albumot, onnan is hoznék egy-két dalt, de vannak újdonságok is, de azért odafigyelve arra, hogy azért mindenki ismeri a dalokat, tehát hogy egy ilyen 10 évtől kezdve egy ilyen 3 hónapig mindent dalt hoztam. A csapatom szervez nekünk is több koncertet, pont ezért, hogy az élőt próbáljam, mert nagyon sokan csak fél playbackbe hívnak, mert még nem ismerik azt. Sajnos hiába az a nevünk, hogy Raulék, azt hiszik teljesen másra gondolnak, hogy a Raulék az egy teljesen, tehát hogy tőlem kívülálló formáció. Pedig nem, amúgy a Raulék az ugye azért van az ég, hogy megtámasztjon engem a zenekar. Akkor jelenleg vállalsz még ilyen haknit is, meg a koncertet is, amire hívnak téged? Vállalok, mert még annyira az elején járunk a zenekarra, hogy még inkább beszeretnék mutatkozni. Itt vagyunk az offline party sorozat rendezvényén Pápán. Milyen szerepet töltesz be a mai napon? Én a Raulék együttesnek a billentyűse, illetve vokalistája vagyok, illetve egy-két szám erejéig majd úgymond frontember is leszek Raul mellett. Hogy kerültél bele a formációba? Honnan ismeritek egymást? A Raul gyakorlatilag a feleségén keresztül ismerjük egymást, még annó, nem is tudom már melyik évben. A lényeg annyi, hogy a feleségével egy iskolába jártam, onnan ismerjük egymást. Raul a zenekarába keresett billentyűst, és gyakorlatilag így merül fel a nevem. Itt a környéken léptetek már fel korábban? Mire számítotok itt a mai napon Pápán? A környéken, hát Pápa környék, ha a Győr mondható Pápa környékének, inkább Nyugat-Magyarországnak, akkor igen, léptünk már föl Győrben. És Pápán én még nem léptem föl, nekem az első úgymond bulim itt Pápán, eddig nagyon tetszik, úgyhogy remélem jó is lesz. Hogy látod egyébként, milyen korosztály követ titeket? Szerintem a mi korosztályunk az ilyen 20-30 év közöttiek, de most azon vagyunk, hogy a úgymond szélesebb körben is ismertebbé váljunk az embereknél. Hát inkább a fiatalokra próbálunk koncentrálni. És így örögödett a
gyerekek, az csak az Coca-Cola. Éjszakázó ember vagyok, még sincsen az orra kóla. Ezért meg a presztízs. Gyerek, nézd! Interjút adok, jó? Kinek adsz interjút? A Party Shakers visszatért! Egy éve találkoztunk nyáron, sokkal jobb idő volt, nevesett az eső. Igen. Újság veled. Jól vagyunk, köszönjük szépen. Most már jön a fesztivál szezon, úgyhogy gyakran fogunk találkozni. Igen, nyomjuk. Valamit már nekem itt előttél, hogy mi fog történni. Még titkos? Hamarosan nagy bejelentés és bim-bum-bam! Debütáljon nálad az, április 29-én végre kijön a szingli állapot, ami már most is nagyon énekeltek. Fel is vettem. Majd átküldöm, jó? Véletlenül rakták be, de viszont mégis jól sült. És jól működik. Már azért darolázták azokat a részeket, ahol amik ismétlődtek. Igen, állis. Valami újdonság fog még készülni nyára? Vagy ilyenkor hogy néz ki? Elkészültem egy nagyon jó kis lemezzel, amire csak a slágeres vonalamat vettem elő. Szóval ez a klasszikus GVM, ez a forintot nem ér, tiszta szégyen, engedj, ha mennem kell, keresztül a nem tudom, hogy micsodáig. Szóval, hogy amik tényleg ezek a 10-15-20 milliós dalok, készítettem egy 6-ost most, és ezek fognak folyamatosan érkezni. Nagyon jó stábban dolgozom, nagyon, úristen, ilyen filmek fognak jönni. Szóval, hogy most nagyon ambiciózus vagyok, jön a harmadik gyermekem, és ez most olyan szinten motivált, és új erőre kaptam, és azt érzem, hogy megint itt vagyok, hogy kellett ez már. Szóval, hogy most itt vagyok, és készüljön mindenki, mert ez köztudott, a GVM a top 1-et csak kölcsön adja. Össze a nyár végén már kacsintgattál a tévé felé, oda egy újdonság esetleg, mondjuk egy celeb vagyok, mencs ki innen, mert megnéznélek, ahol ott a kígyók vagy a krokodilok között mozogsz. És semmitől nem félek, szóval jöhet a békán keresztül, a madárpókon keresztül, az oroszlánnak is elkapom a fejét. Két dolog, hal ne legyen, semmilyen vízi dolog, illetve madár. De azon kívül, ha egy medvével összeengedtek, összemegyek. Mennyire tett nektek jól a párkapcsolatotoknak ez a műsor? Ez jó volt, rossz volt, semleges? Igen, mi tökre el vagyunk Netflix-ezés közben, tökre el vagyunk, hogyha egy Prime Show-t forgatunk, és tökre el vagyunk, ha csak ülünk egymás mellett és beszélgetünk. Szóval, hogy tök jó kis utazás volt, jól gondolok vissza rá. Visszatérve a kérdésedre, folyamatosan vannak tévés megkeresések, szelektálok, válogatós vagyok. Én nem vagyok egy, hogy mondjam, ilyen direkt celeb, lehet ilyet mondani? Hogy a sajtó az igen, tőlem hangos, habár nem nyilatkozok, nem tudom, hogy miért. Mindig kitalálnak valamit és lehozzák, de egyébként nyilván nálam nem az a prioritás, hanem az, amikor itt eljövök és szórakoztatok. Nincs rajta ilyen, akkor most hogy vagy itt? Várjál! Most már beszéltek? Szólok! Egy éve találkoztunk először, akkor elmaradt az interjú. Most hogy itt vagy, pápám? Hát azért nem tudtunk interjút, mert elmenekültem előletek amúgy. Kergettetek a kamerával, de inkább elmenekültem. Ne, amúgy nagyon örülök, hogy végre összehoztunk. Köszöntök minden Party Shakers nézőt! Zseniás. Hát, de nem azóta látod, hogy a TikTokon többen követnek minket, és akkor azért? Így van, hát persze. Nincs felpörögtetek, hát megint jön az új sláger. Hát igyekszünk amúgy. Van már egyébként ilyen visszhangja ennek az egésznek? Hát, volt tavaly is visszhangja, de hogy egyre nagyobb visszhangja van, meg jönnek ezek a kérések, hogy mit dolgozzatok fel magyarul? Igen, ezek mindig érkeznek, és azt érezzük, hogy egyre inkább kialakítottuk ezt a feldolgozásos műfajt, és ezt várják el tőlünk az emberek. Szeretnénk sajátokat is, de a feldolgozások a mi irányunk. Ott egyébként a Raúl, aki éppen elkezdte a koncertet, vele jött ki az új zenét. Milyen volt a fogadtatása? Nagyon jó volt, elképesztően pozitív, TikTokon is nagyon szeretik, és tényleg több sorokban írják az emberek, hogy milyen jó ez a kollab, és mennyire szeretik, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki. A mai napon itt voltunk Pápán, az Offline Party sorozat legelső rendezvényén. Nem ez volt az utolsó rendezvény, hiszen vasárnap Mosonmagyaróvár mellett Csornára is ellátogatunk, hiszen ott folytatódik az Offline Party. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornákra, a TikTokra és az Instára.
Legközelebb találkozunk, addig is sziasztok! Michael Kors, 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 Michael Kors